köszöntelek benneteket. Siska Istvánnak hívnak, hát igazából tényleg 30 éve főállásban házatépítéssel foglalkozom, és ezen belül tényleg a szakterületem az, ami nagyon közel áll hozzám, a marketing tervek, úgymond kompenzációs terveknek a készítése, elemzése, oktatása. Én nagyon-nagyon szeretem ezt a területet, mert nagyon-nagyon sok mindent látni lehet belőle. Tehát adott esetben egy cégnek a jövőjét is lehet látni benne, de mindenképpen azt lehet látni benne, hogy ha valaki rövid távon gondolkodik adott esetben, és esetleg rosszak a szándékai, úgymond pilotajáték vagy scamben gondolkodik, azt a számokból nagyon-nagyon nagy többségében, nagy százalékában lehet látni. Tehát van annyi tapasztalat már ebben a szakmai körben, de nagyon-nagyon szépen lehet követni ezeket a dolgokat, hogy mi miért történik, és hogy van felépítve egy ilyen kompenzációs terv. Tehát erről fogunk még majd beszélni egy picit. Mindenesetre itt az enyémben egy rendkívül jó hírem, hogy a PLC-nak a kompenzációs terve rendkívül egyszerű, kb. 10 percben gyakorlatilag meg lehet értetni teljesen laikus emberekkel is. Tehát nem kell másfél órákat tölteni azzal, hogy megértse az ember. Nagyon sok olyan kompenzációs terv létezik, amit egyszerűen nem lehet első halláson megérteni. És azt mondják, ne is akard érteni, majd ha eljutsz arra a szintre, addigra majd megtanulod a következő lépést, és akkor azt most ott megérted. Ezzel nem tudok egyetérteni, hiszen ez üzleti vállalkozás. Egy nagyon komoly üzleti vállalkozás, és egy üzleti vállalkozásnál 100%-ban tisztában kell lennetek azzal, hogy hogyan működik ennek a vállalkozásnak a pénzügyi része a kompenzációs terv szempontjából. És ezek a területek és ezek a kompenzációs tervnek a matematikai része, az tulajdonképpen a szerződésnek gyakorlatilag egy részét képezi. Tehát nagyon fontos, mi alapján fizetik ki a mi juttatásainkat. Na, remélem, hogy működik majd ez a kis kütyű nekem. Hú, de nagy képernyő, hát így a kérdésre csináltam. Na, beszéljünk akkor konkrétan a PLC-nak a kompenzációs tervéről, hogyan és miképpen épül fel, és mi miért jó nekünk. Mindjárt az elején nagyon fontos, hogy megértsük, és meg tudjuk értetni az érdeklődőinkkel, akár a konkurens hálózatépítőkkel, hogy itt messze nem egy scamről van szó, vagy egy pilotajátékról, tudnék, itt nem értékesítünk coint. Ez nagyon-nagyon fontos, hogy megértsétek. Semmilyen coint nem lehet legálisan értékesíteni a nagyvilágban. Tehát ez lényeges, hogy mi nem foglalkozunk coin értékesítéssel. Mi a technológiát értékesítjük, tehát a technológia gyakorlatilag a PLC-nak a terméke. Ez nagyon lényeges. Nagyon sok olyan hálózat volt az elmúlt 10-15 évre visszamenőleg, hogy úgymond coin-os hálózat volt. Valamilyen bújtatott módon adta coint az embereknek. Tehát mondjuk egy oktatási program keretében, tehát megvetted az oktatási programot, ahhoz ajándékba kaptál coinokat, és azt mondták, hogy milyen jó lesz az neked, mert 3-4 év múlva fölkerül a tőzsdére, és akkor annak fölmegy az ár, és akkor minden szép és jó lesz. Maga az oktatási program nem érdekelte az embereket, nem azért vették meg a csomagot, hanem azért vették meg a csomagot, hogy megkapják a coinjaikat. És eltelt ez a 3-4 év, és sajnos azt lehet látni, hogy nem mennek fel a tőzsdére ezek a fajta coinok. Tehát lényeges, hogy nem coint értékesítünk, a coinokat gyakorlatilag a való világban a kriptotőzsdéken vásárolják meg az emberek, a kínálatkereset alapján. Ez nagyon lényeges. Mert ugye sokan mondják, hogy Alex hol tud ennyi pénzt kifizetni? Az Alex nem tud ennyi pénzt kifizetni, amikor a forgalmak vannak a kriptotőzsdéken. Nem is fér hozzá, hiszen nem hozzá folynak be az összegek. Ez ugyanolyan kereskedelem, mint hogyha egy normál tőzsdén bármilyen instrumentummal kereskednek az emberek. Akár egy forexes kereskedés, akár értéktőzsde, de gyakorlatilag meg kell értenünk, hogy ez egy teljesen független történet, és az árfolyam, az a kínálat és a kereslet től függ majd, mindig ezt fogja meghatározni, és ez nem megy be az Alexnek a cégébe, ez nagyon-nagyon lényeges és fontos. Tehát a minter, a termék, a technológia. Most nagyon érdekes a dolog, mert egy ilyen technológiát adott esetben létre kell hozni, meg kell alkotni, ez sokszor több évre van szükség. Nagyon sok pénzbe kerül, alapvetően ez a technológia megvalósulja.
De ha már megvan a technológia, akkor csak fenn kell tartani. És a fenntartási költségek relatíve minimálisak. Tehát erre vissza fogok egy picit később térni, hogy miért fontos ez nekünk. Na nézzük meg, hogy alapvetően a kompenzációs terv milyen fajta bónuszokat és hány százalékot fizet ki nekünk. Tehát mindjárt az elején láttak egy nagyon nagy összeget, 81%. Tehát ez a 81%-ot úgy kell értelmezni, mert itt is csalnak általában, amikor kommunikálják a kifizetett százalékokat. Ezt úgy kell érteni, hogy bemegy egy nettó összeg bevétel a céghez, mondjuk 100 euró. És a 100 euróból 81 euró van jelen esetben a hálózat számára visszahozva a kompenzációs tervben. Tehát nagyon sokszor félvezetik az embereket, mert az áréseket is beszámítják, és ilyen horror százalékokról beszélnek. És ezzel egy kicsit félvezetik az embereket. Tehát itt nem beszélünk árésről, itt arról beszélünk, hogy bemegy az összeg, annak hány százaléka van kifizetve. Na most, ugye több fajta, illetve itt talán még arról beszéljünk, hogyha valakinek van egy kis rálátása az elmúlt 50-60 évre, a hálózatos cégekre, és hogy a való világban körülbelül a bevételeknek hány százalékát fizették ki a hálózatnak, tehát a kompenzációs tervük alapján, akkor azt fogjátok tapasztalni, a körülbelül nehéz megítélni a 97% környékén, a cégek alapvetően 35%-ot juttatnak vissza a hálózatba. Tehát nettó 100 euróban egy, 35%-a az, amivel gazdálkodik a hálózat. Tehát amit meg tud keresni, nyilván bizonyos elosztásban. Tehát egy modern marketing szisztémájú rendszerben dolgozóknak ugye az az érdeke, és itt a passzív meg a aktív jövedelmet majd egy kicsit beszélünk róla, hogy dolgozik egy-két évig, három évig, belead mindent. Lemond a dolgokról. Esetleg a családjától veszi el az időt, de azért veszi el az időt, hogy utána a több tízszeresét tudja majd adni a családjának. Anyagilag is időben is. Tehát ez is egy vállalkozás. Itt is van a kompromisszumok. Tehát nem a legyek fogják összeoldani. Tehát nem mindegy, hogy miért dolgozunk. Tehát egy hálózat azért dolgozik, pár év kemény meló, utána több tíz év passzív jövedelem. Mert ha egy hálózaton eladsz valamit direktben, az egy aktív bevétel. De nem ezért dolgozunk, mert hogy van akkor, hogyha én két év után esetleg nem vagyok munkára alkalmas. És addig csak abból értem, amit eladtam. Itt arról szól a történet, hogy építsünk fel egy hálózatot, és ha van egy nagy csoportunk, akkor a hálózat teljesítményéből pici kis százalékok összeadódjanak a számunkra, ez folyamatosan jöjjön az aktív jelenlétünk nélkül is. Ez nagyon-nagyon lényeges és fontos. Tehát ha eladunk egy mintert, az egy aktív bevétel, ha felépítünk egy hálózatot és a hálózat értékesít, az már egy passzív bevétel. És ez egy rendkívül fontos dolog. Jó? Ezt mindenkinek meg kell érteni. És nagyon sok ember van, aki bérből él, és ezt nem nagyon tudja megérteni első hallásra. Ő azt tudja, hogy hajnalban fel kell, utazik, mint tudom, egy órát a munkahelyére, visszajön, még egy óra, aztán kezd erdőben majd a másnapot. Tehát itt arról szól a dolog, hogyha úgy jön ki a lépés, hogy ügyes vagy, és felépítettél egy csapatot, akkor lehet, hogy elmész egy szép helyre a világon, egy laptoppal, ahol van internet, és onnantól tudod az egész vállalkozásodat irányítani. Kicsit gondolkozzatok ezen az alternatíván. Na, hogy beszéltünk, hogy 81%. Ezt úgy osztja meg alapvetően az Annex, hogy vannak különböző típusú bónuszaink. Ugye az első bónuszfajta, ez az úgynevezett direkt bónusz, ez azt jelenti gyakorlatilag, hogyha valaki behoz egy embert az üzletbe, egy barátját, ismerősét, és ő vesz egy mintert, akkor ennek a minternek tulajdonképpen az árából 30% ki van fizetve. Na most ez nagyon magas szám. Tehát általában a 20% a bevett szokás a hálózatos marketingekre. Na most azt is tudni kell, hogy említettem, hogy ezt a technológiát meg kellett alkotni, ez megtörtént, viszont van egy fenntartási költség is. Tehát minden árában be van kalkulálva egy fenntartási költség. Ez kb. 9%. Tehát ha veszel egy 110-es mintert,
akkor a 10 euró az, ami a költség. Ha veszel egy 1001-eset, akkor ott a 100 euró a költség, az 5500-asnál az 500 euró a költség, és így tovább. Tehát ezeket a költségre szánt összegeket le kell vennünk a mintaárából, tehát egy 110-esnél 100, 1001-esnél 1000, 5500-esnél 5000, és így tovább. Ezek azok az összegek, ami a kompenzációs tervünknek a számítási alapja. Jó? Tehát egy 5500 eurós mintánél az 5000 euróból értendő ez a 81% kifizetés. Illetve a direkt bónusznál az első mélységünk, akit mi hoztunk az üzletbe, hogy jelen esetben az 5000 eurónak a 30%-a lesz kifizetve nekünk jutalékként. Aztán van egy úgynevezett team bónusz, ez egy csapat bónusz, ami a második mélységtől a 15. mélységig tulajdonképpen 25%-ot fog szétosztani, ezt a később megnézni pontosan, hogy hogyan. Van egy úgynevezett rang bónuszunk, amit úgymond végtelen mélységből tud kifizetni a cég, 2%-ról beszélünk, és van egy infinitú bónuszunk, ami ugyancsak végtelen mélységben érint bennünket, ez 23%. Na most felhívnám a figyelmet erre a fekvő 8-asra itt a 2 bónusznál, végtelen mélység. Nagyon-nagyon lényeges. A kompenzációs terveknek a 90%-a az elmúlt évtizedekre visszamenőleg. Sajnos nagyon sok esetben úgy működik, hogy egy szponzor behozza a barátját, ismerősét az adott rendszerbe. Simogatja a buksiját, tenyerén hordozza és neveli. És hozza föl szintről szintre fölfele. És eljön az a pillanat a marketing tervükben, hogy ennek a szponzornak addig érdeke volt fölemelni őt, de egy bizonyos szintre már nem érdeke, hogy feljöjjön gyakorlatilag az ő szintjére, mert akkor bizonyos összegeket elveszít már jutalékként azután a vonal után. Tehát magyarul ezt egyszerűen úgy lehet megfogalmazni, hogy egy bizonyos idő után érdek ellentét jön létre, anyagi érdek ellentét a szponzor és a szponzorát közt. Ez nagyon-nagyon veszélyes dolog. Tehát a modern és korrekt kompenzációs tervek azok már odafigyelnek arra, hogy a szponzornak mindig érdeke legyen a szponzorátjait szponzorálni. Tehát mindig legyen valamilyen anyagi érdek benne, hogy odafigyeljen rá az illetőre, és érdekem legyen ahhoz, hogy adott esetben mélységben, ha valahol a hálózatomban bejön egy olyan hálózatépítő, akinek akár több milliós nagyságrendű hálózata van, több 10 éves múltja van, de a másik kontinensen él, akkor nekem megérje, hogy akár 500 embert is átlépjek a csapatomba, fölvegyem vele a kapcsolatot, 2-3 hónapra kiutazzak arra a kontinensre, és kineveljem a feladatra. Mert anyagilag is megéri nekem, arról nem is beszélve, hogy ha 500. mérségben van, akkor 500 emberemet tolom fölfele, és segítem az üzletüket. Tehát anyagi juttatásokat fognak az én munkám után kapni. Tehát ezért fontos ez a rang bónusz, és ez az infinitú bónusz, hogy végtelen mélységből generálják. Hát ez a díj arról szól, hogy ugye a különböző típusú mintereket megvásárolják az emberek, a 110 euróstól akár 250 ezer eurósig, és minden esetben tulajdonképpen a direkt bónusz, ez a 30% működni fog, megkapjuk érte a 30%-ot. Nagyon fontos, hogy mindenki egyértelműen megértse, hogy teljesen mindegy, hogy egy 110 eurós mintát vesz valaki, vagy egy 110 ezer eurós mintát vesz, a paraméterek mindig ugyanazok. Tehát nincs előny, hogyha valaki nagyobb mintát vásárol. Tehát a százalékos jutalékkifizetés is mindig ugyanannyi százalék, illetve azok, amit azok a minterek tudnak, arányaiban mindig ugyanazok. Tehát a különböző típusú mintereknél. Na, nézzük most egy kicsit részletesebben a dolgokat. Itt lebontja már, hogy a direkt bónusz, illetve a team bónusz összességében ugye 56%-ot foglal majd magában. Viszont még erről beszélnék előtte, meg kell érteni azt, hogy ebből a rendszerből be lehet regisztrálni teljesen ingyenesen. Ha valaki csinál egy ilyen regisztrációt, nyilván valakihez csatlakozni kell a meglévő hálózatban. Nyilván mindenkinek van egy webirodája, a webirodában van egy referál link, ezen a referál linken keresztül ezt a regisztrációt megteheti az illető. Lehet, hogy olyan élethelyzetben van, hogy most anyagilag nem engedhet meg magának akár egy 110 eurós
mintert sem, és ebben segít a cég neki átmenetileg, ad neki egy 30 napos aktivitást. Ez azt jelenti, hogy ha 30 napon belül hoz bármilyen belépőt, aki vesz mintert, bármilyen akár a legkisebbet, akkor onnantól kezdve, amikor ez megtörtént, újabb 30 napra kitolódik az aktivitás. Vagy a 25. napon hoz valaki gyakorlatilag egy 110-es mintára egy belépőt, akkor onnan megint a nulláról kezdődik neki a 30 nap. Ha ő saját maga vásárol egy mintát, akár a legkisebbet, akkor onnantól kitolódik 30 napig az aktivitása. Tehát el lehet kezdeni gyakorlatilag a nulláról is. Nyilván vannak olyan emberek, akiknek a kockázattűrő képessége magas, amúgy is fekted be ilyen jellegű dolgokba, akkor azok lehet, hogy nem elsődlegesen a csapatépítésen, a hálózatépítésen törik a fejüket, nem azt mondja, hogy belép egy nagyobb mintával, ezt szépen várja majd, hogy hozza gyakorlatilag a plusz darab számot, és akkor majd emelkedjen az árfolyama. Viszont vannak, akik ezt nem tehetik meg, ez nagyon fontos, viszont a hálózati lehetőség adott nekik, és hangsúlyozom, az ingyenes belépők is el tudnak indulni, hozhatnak aktív vásárlókat, akik utána megkapják majd az első mélységben a 30%-ukat. Tehát nagyon fontos ez a 30 napos aktivitás, mert a különböző bónuszokra csak akkor jogosult valaki, hogyha éppen abban a pillanatban, amikor azok a vásárlások megtörténnek és generálódnak a bónuszok, abban a pillanatban neki aktív státuszban kell, hogy legyen, kivéve azt, amikor ő hoz be egy direktet, mert azzal, hogy behozta a direktet, abban a pillanatban ő már automatikusan aktív státuszba kerül. Nyilván ha az a direkt nem ingyenes regisztráló volt, hanem intervásárló. Na nézzük, azt mondja, hogy itt van a direkt bónusz, itt erről már beszéltünk, ugye ezek az öröd kis ember alapok azt jelentik, hogy ugye az aktivitást. Idegen nekem ez a prezentőr, mondjuk megtanulom előttől. Tehát a direkt bónuszról már beszéltünk, 30%. Igen, ám, de itt nem áll meg az élet. Tehát egy hálózatépítésnek az a lényege, hogy másolódjanak a dolgok, tehát duplikálódjanak, és innentől kezdve, hogyha a direkt emberem is továbban járja az én segítségemmel, az én szponzorálásommal ezt az információt, akkor lesznek olyanok, akik a direkt emberhez fognak csatlakozni. És miért éri meg ez nekem? Az éri meg nekem, hogyha a direkt emberhez csatlakoznak a hozzám viszonyított második mélységben új belépők, és ők vásárolnak mintereket, akkor anyagilag én is érdekelté vagyok téve, tehát 7%-ot fogok kapni ezeknek a mintereknek a árából. Ha az indirektemhez lépnek további emberek, lehet, hogy még mindig az én segítségemmel, akkor is anyagilag érdekelté vagyok téve, mert 3%-ot fogok kapni a harmadik mélységben lévő minterek árából, és így tovább a negyedikből is 3-at, 5-ből is 3%-ot, és 6-15 mélységig 1-1%-ok fognak felfutni a szponzor vonalakon, és a sok kicsi sokra megy alapon, ezek tetemes összegeket tudnak generálni havi szinten. Ami nagyon fontos, talán még a kompenzációs tervünkben ez megint lényeges, hogy real-time-ban vannak kifizetve a jutalékok, tehát azonnal. Tehát nem a cég foglalkozik a te pénzeddel, nem ő használja a te pénzedet, hanem azonnal látod a debirodádban, és gyakorlatilag ez ennél jobb nem is létezik tulajdonképpen. Na most ennél a DL-nál ugye azt látjuk, hogy ez az alapkifizetés. Az indulásnál tulajdonképpen 15 mélységben vagyunk, aktív mélységben vagyunk érdekeltéve anyagilag. Most mit jelent ez, hogy 15 aktív mélység? Nagyon fontos, hogy itt van írva egy dinamikus kompresszió. Nem tudok elképzelni egy modern kompenzációs tervet, amiben nincs dinamikus kompresszió. Tudni kell előfordulhat, hogy hozol valakit, az is hoz valakit, és még ezek mind ingyenes regisztrálók voltak például, tehát nem aktívak. És onnantól kezdve indul egy aktív csapat. Ez téged nem érint hátrányosan, mert az inaktív embereket, ez a dinamikus kompresszió tulajdonképpen segítségével a számítógép nem veszi figyelembe. Tehát úgymond az inaktív embereket nem fogja szintnek tekinteni a 15 mélység szempontjából. Ez remélem érthető. Tehát mindig aktív 15 mélységet fog neked a számítógép nézni, és abból fogja gyakorlatilag kifizetni ezeket a jutalékokat. Lehet, hogy fizikailag már a 20-25. mélységből fogsz pénzt kapni, mert volt néhány inaktív abban a szponzorvonalban. Jó. Na most,
egy másik fajta jutalék generáló része a dolgoknak, és ez az úgynevezett rangbónusz. Általában minden kompenzációs tervnél van egy ilyen karriernek mondott dolog, hogy szépen lépegetünk fölfelé, egyre magasabb és magasabb és magasabb szintekre. Nyilván ezeknek a szinteknek nem csak anyagi elismerése van, hanem erkölcsi elismerése is van, de nagyon fontos, hogy azért itt látjuk azt, hogy van anyagi része is ennek a dolognak. Tehát ha valaki elkezdi az alsó szinten, mindenki nyilván a nulláról fog építkezni, kezdi a direkteket behozni. Na most nagyon fontos, hogy ez a fajta marketing koncepció úgy működik, hogy a lehető legoptimálisabban úgy tudjátok felépíteni, ha minél több direktet hoztok magatokhoz az idők folyamán. Nincsen korlátozva, hogy hány direkt munkatársat tudsz te behozni, vagy befektetőt magadhoz. Ez nagyon fontos. Az idő folyamán annyit hozol, amennyit tudsz. És az idő folyamán minél magasabb szintre kerülsz ezen a rangrendben, annál nagyobb anyagi érdeked lesz hozni újabb és újabb és újabb direkt belépőket. Ezt mindjárt meg fogok nézni, hogy miért van így. A lényeg az, hogy ez a karriertábla, ez a rangbónusz, ez gyakorlatilag azt figyeli, hogy a csapatodban mekkora a halmozott forgalom. Napról napra, hétről hétre, hónapról hónapra ezek a teljesítmények, a minterek által befizetésekből bejövő összegek, ezek halmozódnak. Soha nem vesznek el, ez nagyon fontos. És mivel hogy egyre idővel egyre jobban halmozódnak, egyre több összeg fog kialakulni alattatok, és ez egyre magasabb szintre fog tolni ebben a karrier táblázatban. Na most, hogyha valaki eléri a G-t szintet, az azt jelenti, hogy az összforgalma 5000 euró. Tehát ez az 5000 euró megvan neki, akkor egy egyszerű kifizetést fog kapni, 100 euró értéknek megfelelő PLCU X coinban lesz kifizetve. Ha valaki eléri a 10.000 eurót, akkor per szinten van, ott is 100 euróról tudunk beszélni. Az affil szinten gyakorlatilag 25.000 euró forgalommal tudja teljesíteni az ember, itt már 300, aztán így fölfele. Na most, ami igazából érdekes lesz majd ez az első gémán szint, itt 250.000 euró forgalomról beszélnek. Na most ahhoz, hogy az ember föl tudjon jutni ezeken a szinteken, ugye teljesíteni kell egyszer ezeket a forgalmakat, göngyölt forgalmakat, viszont van egy 50%-os szabály. Ez az 50%-os szabály arról szól, hogy a legerősebb ágadnak a forgalma, ha több, mint az összes többi ágadnak a forgalma, akkor a többletet nem veszi figyelembe a szintnek a elismeréséhez a rendszer. Tehát, hogyha itt is benne van az, hogy mindig nagyobb szélességet építesz, akkor nem lesz olyan problémád, hogy van egy erős vonalad, és ott rengeteg pont van, de azt a rengeteg pontnak csak egy töredékét fogják beszámítani neked a elért rangszintedbe, mert nincs akkor úgynevezett oldaltartásod. Na most eltöfően senkinek erre se keseredjen el, hogyha van neki egy tátosa, és az pillanatok alatt sokkal, de sokkal több pontot csinál, mint az összes többi. Én azt mondom, hogy ennek örüljünk, mert akkor az 50%-a már megvan az üzletnek. Jó, ez fontos. Az, amit nem fognak figyelembe venni plusz pontokat alkalmonként, azok nem vesznek el. Ha lehet, hogy most nem kapod meg, ott maradt, mit tudom én, egy 50.000 pont, de az ott van, az ugyanúgy megy tovább. És hogyha te építed szélességben az üzletedet, újabb és újabb embereket hozod be, akkor előbb-utóbb kompenzálni fogják, és utol fogják érni az összforgalmat, a legerősebb ágadnak a forgalmát, és akkor fogod tudni igazából kivenni a profitot belőle. Na most, ha megnézzük, ez nagyon fontos a gémán szint. Ez 250.000 eurós összforgalomnál tudod megcsinálni, ha szélességet építettél nagyot, akkor csak ennyivel. Ha van egy nagyon erős ág, akkor nyilván az lehet, hogy nagyobb szám lesz ez az összeg. De az a lényeg, hogy az 50%-os szabályon meg legyen a 250.000. Na most, ha ez megtörtént, akkor egy nagyon érdekes dolog van. Többen megérték már a teremben ezt a gyémánt szintre való lépést, és többen felhívtak engem, hogy valami nem jó, túl sok pénzt kapok, mert nem értették teljesen a történetet. Tehát az történik, hogyha megnézzük, az alap
kifizetés, ugye, amiről beszéltünk, ez a szürke kettő sor, kettő oszlop. Ugye első mérség 30% és így tovább, ami fontos, hogy itt a 16. mérségtől már nulla kifizetést kaptunk. Abban a pillanatban, hogyha valaki eléri egy émán szintet, és itt is real-time-ban van a kifizetés, akkor, tehát itt van az egy émán, ugye itt mutatja, hogy 15%. Ez plusz 15%-ot jelent. Tehát a 30% helyett, ha behozol egy direktet, nem 30%-ot fogsz kapni, hanem 45%-ot annak a direktnek a mintelépből. Ez nagyon magas. És ha a második mérségben történik ez a mintervásárlás, akkor nem 7%-ot fogsz kapni, hanem plusz 15-öt, az összesen 22-t. És így tovább 3 helyet 18-at, 1 helyet 16-ot, és itt jön a lényeg. 0 helyet 15-öt. Kezditek érteni? Megérdemes a 20., 30., 50., 100. mérségben ellenem dolgozni? Hát hogy a fenében ellenem, hogy én már vagyok 15%-ot kapok onnan is. Oké, azért nem ennyire szép a helyzet, mert azért ez egy fenntartható rendszernek kell lenni, és hogyha te hozol direkteket, ugye anyagi érdeked az, hogy őket felneveld a gyémánt szintre. Hiszen keresel nem kevés pénzt az ő munkájuk után. De ha felnevelted őket gyémánt szintre, akkor nekik fog jönni ez a 15%. Na most, hogyha jó szélességben építkezel, akkor lehet, hogy nem egy gyémántod lesz, hanem a több vonalon akár több gyémánt, vagy még a többi vonal nem lesz gyémánt szinten. Az a lényeg, hogy nagy valószínűség szerintem már valószínű, hogy két gyémánt vagy. Vagy zöld, vagy még följebb. És ilyenkor az érdekesség, a gyémánt vonalad, aki utolért téged a gyémánt szinten, onnan is kapsz továbbra is pénzt, tehát az alapjutalékot megkapod 15 mérségig, plusz kapod a kettő gyémánt közti 1% különbséget. Tehát ha valaki mondjuk egy zöld gyémánt szinten nevel ki egy olyan vonalat, ahol följön gyémántra az illető, akkor a 17 és a 15% közti 2%-ot fogja kapni az alap kifizetésen kívül. Jó? Tehát magyarul érdekünk minél magasabb gyémánt szintre jutni az idők folyamán. Nézzük meg, az enikevék itt vannak a gyémánt szinten. Hogyha ők kinevelnek egy közvetlen vonalat, amit följön a gyémánt szintre, akkor 5% a különbözet, az alapjutalékon kívül ők 5%-ot fognak kapni minden szintre, arra a szponzorvonalra. Jó? Tehát ez rendkívül fontos és lényeges. Na, gondolkodom, hogy mit érdemes talán elmondani. Nagyjából ennyire egyszerű, és még egy kicsit rosszul is érzem magam, hogy tulajdonképpen ezt 5 percben is el lehet mondani. Tehát adtak 40 percet, biztos, hogy nem tudom, hol tartok, de a lényege ez, amit elmondtam. Még van egy fontos dolog eszembe jutott. 84%-ról beszélünk. Ez nemrégiben még 71% volt. És itt egy picit visszakanyarodva a pilóta játék sztorira. Tehát ugye megveszi a hálózat a mintereket. A mintereknek van körülbelül egy 9%-os része, amit a költségekre elkölt az Alex, tehát fenntartja az egész rendszer. És a többiből kifizet eddig a 71-et, most 81-et. Na most azok, akik pilóta játékot akarnak csinálni, hogy ez egy illegális tevékenység, illegális bevételeket akarnak generálni, azoknak az a lényege, ugye, hogy tudjanak profitot generálni, és utána egy idő után eltűnnek vele. Na most itt befut a 100%-nyi összeg a minterekből az Alexhez, és ugye a 9% ugye elmegy költségbe, az alap, amiből kifizet 81%-ot, ami fennmarad, annak ugye a 100%-hoz képest, akkor van még 19%. Ezt a 19%-ot, ez gyakorlatilag ezzel a 19%-kal kimegy a való világban a tőzsdére, tehát a piacra, és PLCU coint vásárol rajta. És ezt a PLCU coint úgymond egy ilyen zsák utcába beküldi, egy pénztárcába, ami egy irányú. Na, szóval ezt hívja elégetésnek. És az a szép ebben, hogy ezt teljesen nyilvánosan csinálja, és teljesen exaktul, transzparensen követhető. Tehát magyarul az Alexnak az a része a vállalkozásának,
ami a hálózatról szól, és a mintelekből való bevételről szól, abból egy fillér haszna nincs. Jó? Remélem ez érthető. Tehát, hogyha valakivel találkoztok, aki azt mondja, de ez pilóta játék, stb. Akkor el tudjátok neki magyarázni, hogy gyakorlatilag ez miért nem így van. Illetve meg kell tőlük kérdezni azt, hogy pontosan mire gondolsz. Jó, ezt jegyezzétek meg ezt a kérdést. Pontosan miért gondolod ezt? És meg fogtok döbbenni, 10-ből 9-t nem fogtok tudni ráválaszolni. Csak hallott valamit valahonnan. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm a megtisztelő figyelmeteket. Nagyon sok koint kívánok nektek a következő időszakra, mert teljesen egyértelmű számomra, hogy a koin mennyiséget kell növelni, tehát a pérenció mennyiséget. Nyilván különböző utak vannak ahhoz, hogy ezt elért, de hosszú távon akkor fogsz nyerni, hogyha sok PLC-u koinod van, illetve akkor fogsz nyerni, hogyha jelentős hálózatod van, aki neked passzív jövedelmet tud hozni. Mert még egyszer a fogalmokat, hát a direktben eladsz, az egy aktív jövedelem. Az addig tart, amíg te direktben eladsz. A hálózatot építesz, és a hálózat ad el alattad, az már passzív bevétel. És 30 év óta nem láttam olyan hálózatot, ahol a termék is passzív jövedelmet tud generálni. Ez nagyon-nagyon lényeges. És ugye tudjuk, hogy itt folyamatban vannak az egyéb programok, pénzügyi programok, amik tulajdonképpen, hogyha azt a közösség egyre jobban használni fogja, akkor a közösség számára egyébként ez is egy passzív jövedelemforrást fog jelenteni. Úgyhogy szerintem itt befejezem, úgyhogy még egyszer köszönöm a figyelmeteket, nagyon jó egészséget és sok sikert kívánok mindannyiótoknak. Köszönöm szépen!